Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Dani vagyok, és hosszú idő után ismét egy GTA 6-tal kapcsolatos videóval jelentkezem. Ami tudom, hogy furcsa lehet, főleg azok számára, akik követik a streameket, hiszen többször is említettem már, hogy főleg az Xpandit GTA 5, illetve hát a remastered játékok megjelenése miatt sem fogok majd a GTA 6-ról beszélni, legalábbis egy ideig, mert nem látom semmi értelmét, ráadásul ugye több leaker is azt állította az utóbbi időben, hogy 2024-25 környékéig ne is nagyon várjuk a játékot. Viszont, és akkor most kezdjünk bele ebbe a mai videóba, nyilvánosságra került egy nappal ezelőtt egy olyan hír, ami elsőre elég lehetetlennek hangzik, de egy kicsit jobban belegondolva már nem is annyira feltétlenül tűnik elképzelhetetlennek. TSB, avagy That's So Bold nevezetű hírmegosztó oldal tette közzé az alábbi posztot Twitteren és Instagramon. A GTA 6 idén novemberben kötőjel decemberben kerül bejelentésre, és helyszíne Miami, tehát Vice City, lesz olyan vadonatúj elemekkel, mint például hurikánok, aligátorok és sok más. Különböző források megerősítették, hogy a GTA 6 bejelentése egy trailer videó formájában fog megtörténni, idén novemberben vagy decemberben, és a térkép háromszor akkora lesz, mint a GTA 5 térképe volt. Érdekesen hangzik, igaz? Tudom, elsőre teljesen lehetetlennek tűnik, és én is így voltam vele egyébként, de egy picit úgy döntöttem, hogy beleásom magam jobban ebbe a témába, és gondolkoztam azon, hogy van-e bármilyen jel, ami arra utalhatna, hogy valóban igaz lehet ez a bejegyzés, és hát nem csak, hogy voltak ilyen jelek, hanem egészen durva dolgokat sikerült találnom, mutatom, hogy mi mindent. Az első és legfontosabb, hogy a poszt után néhány órával a That's So Bold Twitter fiók felfüggesztésre került, a Twitter szabályainak a megsértése miatt, ezt lefordítanám magyarra, nagy valószínűséggel a Take-Two jelentette a profilt, ami egyébként nem szokásuk, ezért is hangzik furcsán, főleg nem akkor, hogyha egy hírnek nincsen valóság alapja. Aztán a Rockstar North stúdiójáról eltávolították, ez is a napokban történt, azt a hatalmas Red Dead Redemption 2-es plakátot, ami egészen a játék megjelenése óta ott díszelgett, tehát évek óta már kint volt. Nyilvánvalóan nem csak úgy jutott most az eszükbe, hanem valószínűleg egy új reklám, egy új játéknak a reklámja fog a helyére kerülni. Aztán 2021 elején a Rockstar Games bejelentette egy posztban, ha még emlékeztek erre, volt róla videó is, hogy idén ősszel lesz 20 éves a GTA 3, és ennek kapcsán megünneplésképp számíthatunk néhány meglepetésre. Ez csupán amiatt érdekes, mert a GTA 5 2011. október 25-én lett bejelentve, tehát pontosan a 10. évfordulóján a GTA 3-nak, és most nagyon könnyen elképzelhető, hogy a GTA 6-ot pedig 10 évvel később a GTA 3-nak a 20. évfordulóján fogják bejelenteni, és ezeken kívül azért valljuk be, sem a Rockstar, sem pedig a Take-Two nem örvend túl nagy népszerűségnek mostanában, főleg amióta bemutatták az Xpandit GTA 5-nek a trailerét, gyakorlatilag nulla újítással, tele bugokkal és az eredeti tervhez képest közel fél év késéssel, és ráadásul ha ez nem lenne elég, még a részvényeik is zuhanni kezdtek, tehát akár mennyire is lehetetlenül hangzik ez a hír, igenis, egy jó marketing fogás lehetne ez, hiszen gondoljunk csak bele, a GTA 6 bejelentése olyan hype-ot eredményezne, ami egyrészt évekig tartana, másrészt pedig felrobbantaná az egész gaming közösséget, gyakorlatilag a teljes médiát is, így pedig már is jobb fényben tűnhetne fel mind az Xpandit GTA 5, mint pedig a remastered játékok, és ameddig a 6 meg nem jelenik, ugye minimum 1-2 évig még, addig is a játékosok megvehetnék ezeket a címeket, és ezzel bevételt hozhatnának a kiadó számára. És van még egy dolog ezzel kapcsolatban, ami ismét ennek a hírnek a valódiságát támaszthatja alá. A Take-Two a 2023-2024-es évre tervezi a legnagyobb marketinges kiadásait, ami teljesen észszerű lenne, hiszen hogyha valóban bejelentik még idén a 6-ot, akkor annak a megjelenése a bejelentéstől számított körülbelül 2 év, ami azt jelenti, hogy pontosan 2023-ban jelenne meg maga a játék, és nyilvánvalóan nem arra kell a nagy költségvetés, hogy kitegyenek néhány trailert most a következő egy évben, hanem sokkal inkább majd a megjelenés előtti promózáshoz, az előrendeléses időszakhoz, ezekre költenek rengeteg pénzt. Tehát véleményem szerint, bár nagyon nehezen hiszem el én magam is, még azok után is, hogy ennyi mindent felsoroltam most nektek, van rá esély, hogy most a következő hónapokban bejelentse a Rockstar a GTA 6-ot, és itt most nem kell óriási dolgokra gondolni. Nyilvánvalóan nem fog kijönni egy 10 perces trailer videó, amiben minden poén le lesz lőve és gameplay meg stb., hanem nem tudom, akár egy 5 másodperces videó is lehet, egy sima kis picike teaser,
amiben megjelenik mondjuk a fekete háttéren egy GTA 6 logó, utána meg a Rockstarnak a logója, és ennyi, de hát nyilván már ez is egy óriási előrelépés lenne ahhoz képest, ami eddig volt, vagyis a nagy semmihez képest. Szóval én bízom benne, és nagyon remélem, hogy valóban így lesz, bele sem merek gondolni abba az őrületbe, ami akkor lesz, hogyha valóban bejelentik majd a játékot, bár ismerve a Rockstart is, ezt most csak egy zárójába jegyzem meg, utána valószínűleg fél évig se híre, se hamba nem lesz majd a GTA 6-nak, és hagynak minket majd őrlődni, de hát ez lenne talán már a legkisebb problémánk. Meglátjuk minden esetre, hogy mi lesz, ami biztos, hogyha bekövetitek a csatornát, akkor nem fogtok lemaradni semmiről, én pedig köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, hamarosan találkozunk egy újabb videóban, én Dani voltam, sziasztok!